Ha a serdülő rá is szánja magát arra, hogy közeledjen a szülőhöz, vagy beszélgessen vele, azért hát a stílusa nem egészen olyan, mint a miénk. Nem olyan szavakat használ, lerázósabb, nem kommunikál úgy, ahogy mi szeretnénk, vagy nem mindig úgy. Néha piszkálódva fog közeledni hozzánk. Tehát ugye ez a kabát csücsök bekapaszkodás, az néha ilyen viharosan zajlik, mert ezek a kegyelmi pillanatok nem mindig ragyogóak. A gyerek néha tényleg nagyon szurkálós, és néha nagyon provokatív. És hát a szülő ösztönösen szokott ugrani a provokációra, de egyértelmű, és aztán pillanatokon belül veszekedéssé válik a kegyelmi pillanat lehetősége. És hát ugye a kegyelmi pillanatokat az is nehezíti, hogy hát korábban, vagy hát ugye a hétköznapokban ezek a bizonyos beszólások, meg nagyon fájó megjegyzések, amikről itt olvashattunk jó párat a kezdet-kezdetén a cédulákról, ezek azért hát megkeseríthetik a kapcsolatot, tehát egy-egy ilyen beszólás után, mint amit mondjuk a cédulán volt, hogy dögölj meg, ezek után hát szülő legyen a talpán, aki nyitott szívvel készségesen várja, hogy mikor van ez a bizonyos kegyelmi pillanat, hogy a gyermeke hajlandó feléje megnyílni. Na most ilyenkor, ami még segíthet, hogy azt tudatosítjuk magunkban, hogy ezek a kirohanások, vagy beszólások, bántó megjegyzések, nagyon fájó, lerázó megjegyzések, ezek nem ellenem vannak, tehát nem kifejezetten nekem szólnak, hanem csak azt a tendenciát jelzik, amin a serdülő dolgozik, tehát ezen az elszakadó, leválasztó, érzelmi távolságot vevő tendenciát jelzik, tehát ezek nem feltétlenül nekem szólnak személyesen. És hogyha ezt így el tudom képzelni, akkor talán én is tudok egy kicsit érzelmi távolságot venni a helyzettől, és akkor sokkal könnyebb lesz azt elfogadnom, hogy és akkor tegnap azt mondtam még, hogy nem tudom, én dögöljek meg, ma meg már ugye késő este beszélgetni akar velem, és mégiscsak hát szüksége van rám. Amikor készültünk a hölgyekkel a ma estére, nekem az egyik legfontosabb mondat, ez a második volt, hogy olykor pont azért durva a gyerek, mert neki most le kell szakadni, és azt a túlgondozást, azt a babusgatást, neki ezt el kell szakítani, és máshogy nem megy, szép szóval nem megy, és ezért durva sokszor a saját szülei felé, hogy nem szabad megsértődni, nem szabad, hölgyeknek mondom, főleg nem szabad merre szívni a dolgokat, hanem itt neki most ez dolga, hogy leszakadjon. Szépen csúnyán, de egy távolságot kell venni. Amikor én elkezdtem középiskolásokat tanítani, hál' Istennek az elején néhányszor megégettem magam olyan területen, hogy rá kellett jönnöm, hogy a kamaszoknál mindig van egy színpad, meg mögötte van egy érzékeny belső világ. És a színpadon nagyon sokszor előadják a kemény fiút, meg a cicababa kislányt, és belül egy érzékeny fiú és egy érzékeny lány van. Vagy fordítva, a színpadon előadják a rendes kisfiú, rendes kislányt, és belül tele van keserűséggel és indulattal. Szóval amit szeretnék mondani, a színpadnak ne tessenek hinni, jó? Tehát mögé nézni. Nem megsértődünk, és nem ájulunk el a színpadon, mit ad elő az élető, hanem a színfalak mögé nézni, és ott valami élő, valami igazit fogunk találni. És ebből következik az, hogy a párbeszédet soha nem szabad megszakítani. Bármit követel. Akármekkora abortuszt, meg elköltözött, meg bármit követett el, nem szabad a kommunikációt megszakítani vele. Az a lehetőség arra, hogy van tovább, hogy megtérhet, hogy mégiscsak van életének folytatása, az a tékozló fiú soha nem merne hazamenni, ha nem tudná, hogy az apja várja, és majd elbeszélgetnek. A kommunikációt soha. Itt egy differenciát kell tennünk, hogy téged szeretlek, a bűnödet annyira nem. De ne azonosítsuk semmilyen hibájával és semmilyen bűnével, téged szeretlek, veled mindig beszélek, haza mindig hazajöhetsz, és nem kell mindig a bűnödről és a hibádról beszélni. Tehát a kommunikációt az soha nem szar megszakítani. Ja, hogyha így végignézzük, hogy mi minden tehet a szülő, amivel támogatja a fiatalnak a fejlődését, ugye a biztonságos, szerető, elfogadó légkör mellett a másik nagyon fontos tényező az, hogyha az önállóságát támogatja. Most ennek az önállóságnak a támogatása, ez nagyon sok téren megnyilvánulhat, akár azáltal, hogy egyre felnőttebb feladatokat, egyre nagyobb felelősséggel járó feladatokat bíz rá. Akár azzal, hogy a kezdeményezésnek egyre nagyobb teret ad, tehát hogy bevonja őt is döntésekbe, hagyja, hogy ő dolgozzon ki programokra, ötleteket, és így tovább. És hát ez alapjában véve azt jelenti, hogy sokkal kevesebb szülői kontroll valósuljon meg a gyereknek az életében. A szülő persze frászt kap, mert tudja jól, látja jól, hogy a gyerek felelősségtudata és a tapasztalata még nagyon-nagyon gyenge. És félti.
félti. Könnyű azt mondani, hogy adjunk neki lehetőséget kezdeményezni, és adjunk autonómiát, de mi látjuk, hogy milyen veszélyek fenyegetik. És van egy csomó olyan helyzet, amivel kapcsolatban nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy engedhetem, vagy nem engedhetem-e. Mekkora veszélyben van. És hát a szülő tördeli a kezét minden egyes döntés előtt, és hát, hogy mit csináljon? Nem olyan egyszerű ez a kérdés, persze. Itt két végletről kell beszélnünk. Az egyik az a túlkorlátozás, vagy túlzott korlátozás, a másik pedig a túlzott engedékenység. Hát nyilván, mint minden fajta véglet, egyik sem jó. A túlkorlátozásnak a hátterében sok minden állhat nyilván, amit mi összeszedtünk most. Az egyik az az, hogyha a szülőnek igazándiból a saját félelmei játszanak főszerepet abban, hogy nem enged a gyereknek bizonyos dolgokat csinálni. Tehát, hogyha ő maga mondjuk, nem tudom, fél a víztől, akkor hiába, hogy a gyereke jó úszó, mégsem engedi őt úszni. Tehát, hogyha saját félelmei dominálnak annak a korlátnak a felállításában. Aztán a másik ilyen hiba, amit nagyon sokszor a túlkorlátozásnak a hátterében látunk, az az, hogyha a szülő azt hangoztatja, hogy hát az én időmben nem így volt. Hát amikor én fiatal voltam, akkor mindenki este 10-re már szépen otthon volt, vagy hogy az én időmben nem mentek el, mit tudom én, hétvégés programokra az ifjúsági csoporttal, vagy hasonló. Ez is egy hiba, hogyha a szülő mindenáron a saját ifjúkorának, vagy ami még rosszabb, mondjuk a nagyszülők ifjúkorának a normáit akarja ilyen korlát normaként megszabni. A harmadik, hát amiről nyilván itt már volt szó, és még fogunk is rá utalni, hogyha azért korlátozza túl a szülő a gyereket, mert hogy egész egyszerűen nem csak, hogy arra az adott programra nem akarja elengedni, de hogy úgy általában véve az ő életükből nem akarja elengedni a gyereket, tehát hogyha egy ilyen mélyebben fekvő el nem engedés van a túlkorlátozás hátterében. Ugye a másik véglet, amit mondtunk, ez a túlzott engedékenység. Na most itt is nagyon sok minden lehet a háttérben, kettőt emelnénk ki. Az egyik ez a nem törődömség, tehát a túl sok dolga van, túl sok feleszalad a szülő is, túlságosan lekötik a saját problémái, saját feladatai, és akkor a gyerek valahogy elkallódik, vagy elvész. Ki tudja, hogy most tényleg a barátoknál volt-e éjszakára, és hány éjszakára is ment el, vagy hogy mikor jön, igazándiból nem érdekli a szülőt, vagy nem marad energiája a szülőnek, és hogy könnyebb akkor engedékenynek lennie neki, mint hogy akár konfliktusban keveredjen a gyerekkel a szabályok meghúzása fölött. A másik, ami így a túlzott engedékenység hátterében lehet, ez a jófejség, amikor a szülő tulajdonképpen a gyereknek a szimpátiáját vagy a szeretetét akarja megvásárolni azáltal, hogy akkor ő milyen engedékeny, ő persze elengedi, ővele nem kell konfliktusba kerülni, ő nem egy vaskalapos szülő, és akkor majd a gyerek nyilván meg a gyereknek a kortársai jófejnek fogják tartani. Na most nyilván mind a két véglet súlyos hibákat rejthet magában, hiszen a túlkorlátozás azt jelenti, hogy a gyerekben az önállóság nem fog tudni kifejlődni, és hogy a későbbiekben, amikor adott esetben a szülő nincsen ott mellette, meg úgy egyáltalán már a felnőtt életét kellene élnie, akkor sem fog tudni önállóan döntéseket hozni, vagy nem fog merni önállóan döntéseket hozni. A túlzott engedékenység pedig szintén buktatókat rejtett magában, hiszen a korlátokra igenis, hogy szüksége van a kamasz gyereknek, hiszen a korlátok azok védenek, tehát a korlátozás az egyben védelmet is jelent, és hogy sokszor a gyerek még hálás is azért, hogyha olyan helyzetekben nem engedi be a szülő, ahova egyébként saját maga sem mert volna jó szívvel belemenni, és hogy ez egy kicsit ilyen hátszelet is jelent a számára, hogyha arra hivatkozhat, hogy ő azért nem megy el oda, mert a szülei nem engedték el. Igen, valahogy kicsi kortól engedni azt, hogy a gyerek döntsön, mert otthon még egy védett légkörben van, és hogy mondjam, védett térben hibázhat. Az, hogy engedjük őt dönteni, abban benne van az is, hogy hibázni fog. Hát ezt ismerjük, amikor befesti a haját, és akkor ilyen spanyol vörös szeretne lenni, és ilyen pumukli piros lesz a haja. Hibázott a lelkem, nem engedni hibázni, vagy jönnek szent áldozás, és ő kinyitja a száját, és akkor ott figyel a nagy piercing a nyelvén, és akkor így megremeg az én kezem, és még Jézus is megáll a kanálon, hogy... És akkor megáldozik, de hát legalább eljön. Engedni, dönteni, ez tudom, hogy nehéz, de legalább eljött. Ha azt mondja a nagy, hogy atya, hogy hozzak nagy döntést, soha nem engedtek kicsi dolgokban sem dönteni. Soha nem engedtek hibázni, mert jó szülő, keresztény, erkölcs is. És nem egy kockázat próbálkozni, egy kicsit más utak, ezeket soha nem engedték, hát ennek csúnya kitörés, meg sok minden lehet a vége. Szóval úgy gondolom, védett térben még engedni, és engedni azt, hogy hibázzon. A morális azért beszél arról, hogy a célunk nem egy akármilyen autonómia. Nem egy önfejűségre akarjuk ezt a gyermeket nevelni, hanem az a fő célunk, hogy lelki ismeretes ember legyen. És lelki ismeret alatt, ezt mondjuk sok helyen, mi egy szentélyt értünk, ahol ő találkozik a nagyistennel. Tehát, hogy belülről magától legyen igényes és jó.
autonómia alatt mi ezt értjük, és ott az ábrán azt látjuk, ez egy festmény, hogy az a dárdás alak az alak mögött, az maga a lelkiismerete, aki vigyáz rá, nem engedi nagy hibákba esni. Szóval ez a mi célunk, hogy hogy gondolja a lelkiismereted? Ez belül te ezzel azonosulni tudsz? Tehát, hogy ne én miattam, az előírt szabályok miatt, meg mások ezt mondják meg, ma már mindenki ezt teszi, hanem a lelkiismerete miatt, ehhez a belső vezérhez segíteni, tudjuk, ott mindig ott van a Nagyisten. Szeretnénk, hogy önálló legyen, engedjük dönteni, engedjük hibázni, azért moralistaként hadd mondjak három olyan hatát, amiben nem asszisztálhatunk a gyermekünk mellett. Az egyik ilyen az elsietett szexualitás, a másik a drog, és a harmadik a bűncselekmény. Biztosan vannak mások is, de azért ez, hogy engedem a gyermekemet, nem baj, ha megbotlik, majd az élet megtanítja. Nem, vannak olyan határok, ahol markánsan kiállok, hogy ezek nem jók. Ezeket azért mondom abszolút korlátnak, abszolút határnak, mert ezek olyan tettek lehetnek, ami után már nem folytatódhat ugyanúgy az életed, hogy ezt is kipróbáltad. A konnektorba belenyúlsz, nem lehet kipróbálni. Tehát vannak dolgok, amit nem lehet, nyomot hagy rögtön, és rögtön olyan pályára fog az életed siklani, amit nem akartál. Egy nem kívánt gyerek 18 évesen a méhedben olyan irányba viszi az életedet, amit nem akartál. Szóval itt vannak abszolút tettek azért, amikhez nem tudunk asszisztálni, és nem tudjuk engedni. Ezeket mondjuk nekik, hogy itt a te életed fog kisiklani. Na most előtte a bűnt, ezeket a nagy bűnöket, ezeket a nagy kisiklási lehetőségeket, előtte, hogy mondjam, dramatizáljuk, hogy ez tényleg méreg, ez tényleg, ezt ne csináld. Engedem, hogy ilyen és ilyen döntéseid, hibáid legyenek, de utána, ha mégis megtörténik, szeretném mondani, utána már nem ez a dolgunk, ezt előtte kellett volna. Utána már az a dolgunk, hogy mentsük a menthetőt. Tehát, ha 18 évesen mégis van egy gyermek a méhében, akkor menteni a menthetőt. Ha mégis ez történt, vagy az történt, nincs vége a világnak. Hát mi ebben hiszünk, hogy van tovább. Utána már mellé kell állni. Mellé állni, és pont nem akkor bántani, és kioktatni, és elzavarni otthonról, mert én nem így neveltelek, és szégyent hozol rám, pont akkor nagyon szeretni. Hát Krisztus is ezt teszi, jön a pokolba utánunk. Szóval menni, menni utána, menni mellette, majd talán később, néhány év múlva ezt föl tudjuk dolgozni, most segíteni, menteni a menthetőt, most ez a dolgunk. Szóval nem világvége, ha mégis megégetik magukat, a mi dolgunk szeretni és segíteni nekik. Tehát a szülő és a serdülő kapcsolatát talán legtömörebben úgy tudnánk jellemezni, hogy ez egy bizalomteljes együttműködés. Együttműködésnek hívnánk a nevelést már. Ugyanis ebben a kapcsolatban már helye van az egyezkedésnek. Tehát a nem abszolút korlátok esetén, amelyekről az előbb volt szó, igenis egyezkedhetünk, hogy hány órakor jöjjön haza egy jó buliból, vagy hogy kék harisnyát vegyen föl, vagy fekete harisnyát. Tehát, hogy apróságokban egyezkedjünk, amiben meg nem engedünk egyezkedést, ott mindenképpen magyarázzuk meg a dolgokat. Igenis értse meg, hogy miért ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, vagy miért tiltunk bizonyos dolgokat. Sose mondjuk azt, hogy azért, mert csak, vagy azért, mert én mondtam, és én vagyok a szülő. Tehát, hogy ilyenfajta tekintélyre hivatkozhatunk, de ha csak erre hivatkozunk, akkor megint külső vezérlést biztosítunk a gyerek számára. A magyarázatainkkal, a dolgok megvitatásával érleljük meg benne a megértést, hogy ezeket az értékeket, amelyeket a szülővéd belsővé tudja tenni, és ő is tudja követni. És egy harmadik dolog, ami ezt az együttműködést kíséri, így fogalmaztuk meg, hogy áldás. És ez alatt azt értjük, hogy bízunk a gyerekünkben, és azt csugaljuk szavainkkal is, és a viselkedésünkkel is, hogy meg tudod csinálni. Én drukkolok neked. Volt, hogy megfogalmazta egy fiatal, hogy egy nagyon necces szituációban, ahol erkölcsi értékek forogtak kockán, őt a jó úton azt tartotta meg, hogy az édesanyja bízott benne. Tehát, hogy ez a bizalmunk erőt ad, energiát ad, és bátorságot ad. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez a fajta áldásunk legyen a gyerekünkön. Itt azért a negatívumokról is szót kell ejteni, ugye múlt alkalommal áldásokról és átkokról beszéltünk, itt nem feltétlenül átkokat hoznánk be, hanem hát ilyen negatívabb üzeneteket, tehát az áldás mellett, ami a bizalmat sugározza. Nagyon sokszor lehet hallani szülőktől olyan hát burkoltan negatív üzeneteket, amik nagyon alá tudják ásni a serdülőnek az egyébként is ingatag önértékelését. Például a túlféltős üzenetek, tehát ez a jaj, vigyázz, nehogy elüssön az autó. És nyilván ez egy olyan üzenet, ami valahol azt
azt közvetíti a gyerek számára, hogy én nem vagyok egy kompetens lélek, egy olyan lélek, aki át tudna kelni mondjuk az úttesten, anélkül, hogy elütné őt az autó. Ugyanígy szintén az önértékelést ássa alá az, hogyha túlságosan gyakran ellenőrzik a serdülőt, hát ez a gyerekekre, a kisebb gyerekekre is igaz, hogy a túlzott ellenőrzés, a túlzott kontroll, az megint csak az önértékelést rombolja, hiszen valahol azt közvetíti, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én azt a valamit azt jól meg tudtam csinálni, és ez abból derül ki, hogy azt ellenőrizni kell. A kulcsszónak el kell hangzania a lázadás. Az a jó, ha van, az a baj, ha nincs, az a jó, ha heves, hogy kell itt jól viselkedni? Igen, hát ez egy ilyen klisé, amit a kamaszkorhoz hozzá szoktak kapcsolni, ugye, hogy a kamasz az lázad. Most egy picit ezen gondolkodtunk, hogy ebben mennyi a tényleg az igazság. Pszichológiai szempontból muszáj arra kitérnünk, hogy a kamasznak az ellenszegülése, hogyha egy másik szót használtunk, az hasonlít egy kicsit a dackorszaknak az ellenszegülésére, mégpedig a hátsó pszichés mechanizmusai miatt. A dackorszakban ugyanis az történik, hogy a két éves, két és fél éves, az hirtelen rátalál a saját ínyére. Tehát megérinti annak a szele, hogy ő itt egy önálló lény, egy önálló entitás, akinek akár saját akarata is lehet. És akkor ezt az önálló ínyét, ezt úgy kezdi el gyakorolgatni, hogy valamivel szemben. Tehát, hogyha a szülő azt mondja, hogy bekötöm a cipődet, akkor a kicsi gyerek az elkezdi mondani, hogy nem, én kötöm be. És ennek az én csinálom, én kötöm be, én máshogy csinálom, ennek az a lényege, hogy a gyerek azt gyakorolja, ez az egészen picike gyerek, azt gyakorolja, hogy ő egy külön álló lény, akinek saját döntései, saját akarata is lehet. Most a dackorszakban tulajdonképpen ugyanez zajlik le egy kicsit, nyilván másik szinten, és név szerint az identitás alakításnak a szintjén. Tehát az, hogyha ő máshogy akar dolgokat csinálni, mint ahogyan azt mondjuk a társadalom kérné, vagy a szülők kérné, vagy ahogyan azt a család szokta, annak nagyon sok esetben az az oka, hogy ő ezzel a saját identitását, vagy különállóságát, a saját egyediségét akarja hangsúlyozni. Tehát, hogyha az iskolai egyenruha az mondjuk a fekete harisnyát követeli meg, és akkor ő direkt ezért sötétkéket húz, azzal igazándiból azt hangsúlyozza, hogy ő egy önálló lény, akinek önálló döntései, saját egyénisége van. Tehát az egyéniségét hangsúlyozza. És hát a bölcsszülő nem sértődik meg. Ez egy kulcsszó, nem sértődik meg. A képen is látható nem túl kellemes látványt nyújtó, és hát ez élőben még ennél sokkal durvább szituációt hozó lázadás ösztönösen egy olyan élményt provokál a szülőben, hogy mit csinál velem ez a gyerek? Én már annyi mindent megtettem érte, és így bánik velem. Tehát ez a sértődős hozzáállás. Ehelyett éppen nevetünk magunk között, hogy ez erre valójában, hogy önök hogy reagálnak. Ehelyett egy olyasmi gondolattal kellene nézni az őrjöngő, lázadó, vagy akár némán szembeszegülő gyereket, hogy milyen aranyosan lázad ez a gyerek, milyen helyesen küzd ellenem, milyen klasszul teljesíti az életfeladatát. Hát valahogy ezt kéne gondolnunk magunkban, hát persze nem kimondani, mert akkor az már gúny lenne. Tehát azért megkísért minket a gúnyolódás is, azt hiszem. Meg az is megkísért minket, hogy apróságokat felfújunk. És erről már beszéltünk, de ismét nyomatékosan hangsúlyozom, hogy igen, lehetetlenül viselkedik, de most ne vacakoljunk olyanokon, hogy most fölvetted a papucsot, vagy nem vetted föl, vagy tényleg, hogy milyen harisnyát vettél. Fontos dolgokkal törődjünk, és tényleg semmiképpen se vegyük a személyünk elleni támadásnak azt, hogy ő olyan, amilyen. Ez nagyon sokat segít, egy ilyenfajta szemlélet. És hát az is egy nagy kérdés, hogy hallunk olyan családokról, vagy látunk olyan serdülőket, ahol a serdülő egész egyszerűen nem lázad. Tehát, hogy azt várnánk, hogy ellenszegüljön, vagy legalább egy kicsit pimaszkodjon, vagy legalább egy kicsit csapdossa az ajtót, és nem teszi. És hogy ilyenkor vajon mi a teendő? Tehát ilyenkor kétségbeessünk, hogy valami baj van a gyerekkel, vagy pedig legyünk nagyon büszkék, hogy bezzeg a mi gyerekünk, az milyen rendes gyerek. Lehetséges, hogy az, hogy nincsenek a lázadásnak meg ezek a jelei, az egy nagyon profi szülői egyezkedés magyarázatnak a következménye, tehát hogy a szülő tényleg profi hajtja végre a saját fejlődési feladatait, és ehhez egy rendkívül tehetséges és jó temperamentumú gyereket is kapott. Tehát lehetséges, hogy ez az oka.
De sajnos nagyon sokszor előfordul az, hogy valahogy a túlkontrolláltság miatt nem mer a gyerek rá lázadni, tehát ez is kell azért egy temperamentum, tehát hogy nem mer egészen egyszerűen szembeszállni azzal a szülői akarattal, ami számára hát megdönthetetlenül nagy, vagy hogy mondjuk a szülő olyasmikkel zsarolja, érzelmi zsarolással, vagy azzal, hogy megbetegszem, hogyha te elmész, vagy te vagy az én egyetlen támaszom, és ezért nem teheted ezt meg velem. Tehát vannak olyan zsarolási módszerek, vagy kontrollálási módszerek, amik mellett a gyerek tényleg csapdába kerül, és nem fog lázadni, tehát nem fog ellenszegülni. Most ezekre a helyzetekre azt is kell tudni, hogy lehet, hogy akkor ebből a gyerekből egy nagyon jól kezelhető gyerek lesz, és az iskolában is minden tanár örül neki, mert ez a gyerek ez mindent szépen megcsinál, és soha nem mond ellent, és soha nem beszélget óra alatt. Az más kérdés, hogy mondjuk szünetben se fog valószínűleg beszélgetni senkivel, meg nem fogjuk látni őt felszabadultnak. Egy nagyon súlyos kifutása ennek a problematikának az, hogy a fiatal felnőttek vagy serdülők ezekben az ellenszegülésekben tulajdonképpen azt is próbálgatják, hogy a hatalommal szemben hogyan tudom érvényesíteni mégiscsak a saját akaratomat vagy elképzelésemet. És hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk eltelik 10 év vagy 20 év, akkor egy ilyen nem lázadó vagy nem ellentmondó serdülőből nagy valószínűséggel olyan felnőtt lesz, aki a munkahelyen sem lesz képes sohasem érvényesíteni a saját akaratát, és hogyha főnöke lehetetlen feladatokat ró a nyakába, akkor azokkal a lehetetlen feladatokkal is megpróbál megküzdeni, és nem fog tudni szembeszegülni vele, hiszen annak idején azt tanultam meg, hogy aki a feletteseded, aki fölötted van, annak ne mondjál ellent.